Köszöntöm Önöket! A mai napon rendhagyóan természetesen nem kézilabdával, hanem egy kicsit íjászattal fogunk foglalkozni. Reméljük, hogy mindenkihez sikerül ezt a sportot egy kicsit közelebb hozni. Köszöntöm is mellettem Víg Józsefet, mondhatom talán, hogy a békésiek íjászat szempontjából az etalonját. Először is egy gratulációval kezdem. Nemrégen zajlott egy budapesti Európa-bajnokság, ahol is harmadik helyezett voltál. Köszöntelek, Tamás, és nagyon szépen köszönöm a gratulációt is. Igen, harmadik helyezett lettem a derbén. Mennyire volt ez csalódás, hiszen 2013-ban Európa-bajnok lettél? Hát annyira nem volt csalódás, hiszen a világ, vagyis hát Európa legjobb íjászai között lehettem, és így is ugye a harmadik helyre jutottam, tehát dobogós helyezés. Hát sok munka, rengeteg munka az, ami csalódás, ugye belefektettem, mert hát címvédőként menni úgy gondoltam, hogy sikerülni fog újból. Kezdjük talán az elejénél, beszélhetünk arról, hogy ez az íjászat és szerelem az életedben? Beszélhetünk, igen, nyugodtan, igen. 10 évvel ezelőtt kezdődött ugye a szerelem. Egy szanazugi íjászversenyen voltam kint, ott próbáltam ki előtt, életemben először egy ilyen visszacsapó íjat, egy ilyen magyar íjat, és rá 2 hónappal megvásároltam az első íjamat. Onnastól kezdve hobbiként, majd később már igazolt sportolóként ugye tevékenykedtem az íjászat terén. Az íjászatban mi az igazi szerelem? Milyen a savaborsa ennek a sportnak? Én szerintem el kell egy kicsit mélyülni magában az embernek. Kell nagyon nagy löketet tud adni, hogy mentálisan korábban esetleg milyen sporttal foglalkozott, vagy pedig fizikálisan milyen sporttal foglalkozott. És hát ugyebár a szépsége az, hogy mindegy, miből csak repüljön a nyilvessző, szokták ezt így mondani íjászberkekben. Ugye a szépsége, meg hát természetesen az ősök előtti meghajlás. Hogy tiszteletet adunk a ősi fegyvernek, amivel fél Európát meghódították. Mekkora áldozatokkal jár, gondolok erre időben és anyagilag is ez a sport? Hát nagy áldozatokkal. Nagy áldozatokkal. Ugye mire az ember az íjával összeszokik, mire megvannak a megfelelő nyilvessző hegyek, típusok, fából, tehát nagyon sok dologból tevődik össze. Idő, amit rászán az ember, hogy ugye edzésben tartsa magát, és hát ugye az élmény, hogy az a nyilvessző mindig a 10-esben tart, vagy 10-esben ér, ugye, az egyszerűen kimondhatatlan, jó érzés. Mélyüljünk bele egy kicsit talán jobban ebben az íjászatban. Milyen anyagból készül az íj, vagy milyen anyagokból? Na most én az ősi magyar fegyver másolatával versenyzek, ez a természetes anyagú íj. Ez semmilyen fajta modernkori anyagot nem tartalmaz. 4 elemből áll, a famag, az inszallag, a szaru, és az enyv, ami összetartja, ami összerakja, amiből íj lesz. A lakkozása is a természetes anyagú, hiszen a shell lakkot használják, ugye a shell bogár kivonatából van ez a lak, és én ebben a kategóriában, ez a természetes anyagú így kategóriában lettem ugye Európa-bajnok is, magyar bajnok is, és most Európa-bajnoki bronzérmes. Ugyebár ez ugye teljesen elhatárolódik, tehát nagyon elhatárolódik a modernkori modern anyagú íjaktól. Az íjakon kívül van-e valamilyen másmilyen besorolás, kategorizálás itt ebben az íjászatban? A történelmi íjászatban még ezen kívül a vadászreflexek kapnak még helyet, vagy pedig az angol szász lombók, ugyebár ezek a hosszú íjak, ők kapnak még helyet. Más besorolás igazából nincs. A történelmi íjászat szempontjából ami fontos, hogy a modern anyagú és a természetes anyagút külön kategorizálják. Mert természetes anyagú íjak rettentő érzékenyek a hőváltozásra, tehát amikor hidegebb van, akkor felkeményedik, melegebb van, lelágyul. Tehát ez a szarúnak egy hátránya. Itt Békésen mennyit tudhatunk az íjászatról, mekkora hagyománya van, és van egyáltalán klub itt Békésen, és ide tartozik? Nagyon nagy hagyománya van, nagyon nagy hagyománya van az íjászatnak. Egy jól működő békési szabadidős íjászklub van itt Békésen, igazán gazdag célkészlettel. A fő létszám olyan 30-40 fő átlagosan, akik aktívan részt vesznek a klub szinten. Edzéseket tartanak, bemutatókat tartanak, jurtájuk van, többféle íjjal lőnek, tehát igazából elég gazdag a társaságnak úgymond a felhozatala. Tehát elmondhatjuk azt, hogy minden adott ahhoz, hogy megfelelően fölkészülni egy versenyre itt Békésen? Minden adott. Minden adott, igen, 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 minden adott.
Mennyire beszélhetünk arról, hogy úgymond ez az IASZ társadalom összetartó, mennyire segítitek egymást, vagy éppen mennyire nem? Ez egy nagyon jó kérdés, mert ez az IASZ társadalom, ez tényleg egy összetartó társaság. Ugyebár aki kezdő, aki most próbálkozik, ismerkedik az íjászattal, azt általában én is, mint tapasztaltabb, föl szoktam karolni, segítek neki, hogy ne ígyálj be, ne úgy tartsd az íjat, ne rángasd, nyugodt legyél, higgadt, csak az számít, hogy a nyílvessző oda csapódjon, pontot érjen, ne nőjél nullát. Tehát ezeket így meg szépen óvatosan így. Ezek a személyes kontaktusok. Ezen kívül ugyebár, mint az említett egyesület is, nagyon jóban van különböző egyesületekkel. Tehát például a megyében itt vannak a gyulaiak, a csabaiak, ahol én is tartozom, akkor a kétegyháziak, az elekiek, tehát nagyon sok. Vagy más megyéből ugye Kiskunfélegyháza például, nagyon erős egyesület. Tehát ők Dinnyi és Gyula bácsi, az tényleg a magot tartja össze is. És hát széles körül, egész országon ismerik őket. Ha amatőr szinten beszélhetünk profizmusról, mennyire adottak a lehetőség mondjuk otthon szabad idejében gyakorolni? Hát ugye már sajnos a munka meg a családfenntartás az, ami ugye elsődleges ebből a szempontból, és a szabadidő marad a legkevésbé arra, hogy az ember íjászkodjon, de bele kell szorítani. Tehát bele kell, muszáj beletenni, hogy az ember tudjon gyakorolni, hogy szinten tudjon maradni. Mert ugye bár 3 évvel ezelőtt én is ugye kiléptem úgymond a nemzetközi porondra, kapom is a meghívókat, tehát Ausztriából és Olaszországból, San Marinóból, tehát mindenhonnan kapom a meghívókat, de hát ugye nem tudok eljutni mindenhova, nem tudok elmenni, meg ugye bár azért próbálok Magyarországon rendezett világversenyekre, meg Európa-bajnokságra, Európa-kupákra eljutni, hogy minél kisebb legyen a költségvetés, a ráadozás. Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy csak anyagi okai van annak, hogy nem léped át Magyarország határait? Természetesen. Nem tudom, mennyire bonyolódhatunk bele abba, hogy konkrét összegeket említsél, mekkora anyagi vonzattal jár mondjuk egy ilyen Európa-bajnokság? Hát figyelj, ez kb. 20 ezer forint. Tehát a nevezési díj, a szállásod, az étel, ez olyan kb. 20 ezer forint. Az utaztatást miként tudjátok megoldani, meg gondolom, hogy sarkolatos? Hát ebbe is nagyon összetartó az IASZ társadalom. Mert nyilván ugye mennek a telefonszámok a cserebere, és akkor most figyelj, megyek ide, megyek oda, nem tudsz valakit, aki tud velem jönni, felveszem, stb. És hát ezt úgy hívjuk, hogy telekocsizás, és úgy valaki elindul mondjuk Békés Csabáról Kiskunfélegyházára, és egy 7 személyes autó, amire oda jött el az autója. Mert ugye fölvesz itt, ott 2 ember, stb. Ugye nyilván neki sem mindegy, mert ugye az üzemanyagköltség, ugye mindenkit terhel, meg hát a társaság. Nem egyedül megy, mennek 6-7-en vagy 5-en, attól függ, milyen az autó. Ha már azt mondtad, hogy összetartó az IASZ társadalom, erre kíváncsi lennénk, hogy csak a versenyek alatt, vagy versenyen kívül is, és csak az IASZ-ban, vagy mint magánemberek is. Egy jó bográcsozás, vagy bármilyen különféle programok, van-e ilyen szintű összetartás? Van. Ezt is le lehetne úgy mondani, hogy az egyesületek szinte minden évszakban legalább egyszer rendeznek egy ilyen szalonnasütős, bográcsos jamborét. Szinte az összes egyesület évadzáró értékelést tart, az is bográcsozás, kint a hidegbe forralt borozás. Személyes kontaktusok, kapcsolatok ugye a versenyek alatt, előtte, alatta és utána is vannak. Tehát ki tudják magukat az íjászok úgymond segíteni, hogy figyelj már, szerezzél már nekem, hozassál már nekem, kifizetem, stb. Tehát nagyon mennek ezek a dolgok. Tehát ezek a szerezzél nekem ilyen tollat, vagy ilyen hegyet, mert ugye százrétű. És ugye mindenki próbálkozik ugye avval, hogy minél jobban tudjon teljesíteni az íjászatban, és ugye itt nüanszok számítanak. Jó a hegy, ahol aranyélveszőre, vagy nem jó. Tehát cseréld le. Akkor mire cseréljem? Mennek a tanácsok, jönnek, stb. Él a Facebookon is ugyanúgy ez a dolog. Tehát van IASZ csoport, akkor van a hagyományőrző csoportja, rengeteg, tehát rengeteg féle. Víg Józsefnek mi a következő célja, mi a következő lépés, amit szeretnél elérni ebben a sportban? Augusztus végén rendezik Gyulán ennek az Európa-bajnokságnak a világbajnokság változatát, tehát a világbajnokságra szeretnék ugye eljutni. Nyílt nevezésű, tehát végül is mindenki, bárki, akinek van ilyen nyílvesszője, meg hagyományőrző ruhája nevezhet, és hát ott szeretnék dobogós helyen végezni. Tehát a minimum a 3. hely, meg is mondtam. Tehát tulajdonképpen, akinek a megfelelő felszerelése megvan, akkor semmiféle kvalifikáció nem
kötelező ahhoz, hogy elinduljon a világbajnokságon. Igen. De vannak olyan versenyek, amik ugye már elrugaszkodtak, ők már nem történelmi versenyek, tehát azt hozzá kell tenni, hogy ők az már kőkemény a sporttal foglalkozó versenyek. Ott igen, ott kellene kvalifikációk. Például történelmi versenyre viszonylag visszatérve, hogy magyar bajnokságra is úgy mehetsz el, hogyha legalább egy kvalifikációs versenyen meglőtted a szintet. Tehát ki van mindenhol számolva, hogy minden típusra, kategóriánként nő, férfi, gyermek, és ha meglőtted a szintet, akkor mehetsz az országos bajnokságra. Azt érzed mondatról mondatra, hogy beszélsz erről a sportról, hogy életedben nagyon nagy jelentőséget formál ez a dolog, és gondolom akkor szinte hozzád nőttek az íjaid is. Ez saját készítésű íjaid? Nem saját készítésű íjaim. Ebben is megpróbáltam a békési magot úgymond összehozni. Ugyebár békési az íjkészítőm, a Farkas Nándor barátom. A nyilvesszőimet is egy békési asztalos csinálja, a Győri János. És hát az íjász is békési, tehát így megpróbáltam ezt a dolgot ilyen körbe bezárólag. Hát a ruhámat is békési varrónő készítette ugye annak idején. Ezt az inget pont a feleségem készítette, de tehát minden megpróbálom, ahol lehet a békésieket. Tehát mondhatjuk akkor azt, hogy Víg József képviseletében egy békési csapatmunka érik össze, amikor szerzel egy komolyabb érmet? Igen. Tehát a háttérben ugyebár ez a két jelentős, ugye jó nyilvessző, jó íj, ugyebár ahhoz kellene egy jó íjász is, és hát kell egy jó íjász, ugye ez a feltétele az íjászatnak, és hát így ezt a hármat összemosva, összehozva próbálunk ugye minél nagyobb eredményeket elérni, így mind a hárman, hát ugye dolgozunk folyamatosan, tehát értékelünk folyamatosan, na, hogy ezt a típust, ezt a hegyet, tehát ez így szépen lépésről lépésre. Lépésről lépésre, igen. Utolsó kérdés, amit azt szeretném kérdezni, van ennek valami korhatára? Tehát ezt akár 50 évesen is el lehet kezdeni? De. Nincs korhatára. Nincs. Ugyebár a gyermek íjászhat az, ami 14 év alatt, arra ugye a szülői felügyeletet kérik minden versenyen, tehát az szigorúan, tehát ott kell lenni anyukának vagy apukának. 14 év felett már azért mi felnőtt íjászok szoktunk vigyázni a ifjoncokra, hogyha már olyan csapattársunk van. És hát ugye a felső korhatár 99 év, tehát vagy 100 év, tehát akárki, aki ki tudja húzni az íjat, az mindenféleképpen íjászkodhat. Tehát akkor hol lesz ez a következő verseny, és mikor mondjuk el még egyszer a nézők kedvéért? Augusztus 30-ától szeptember 3-áig fog tartani Gyulán, és ennek a történelmi íjász világbajnokság lesz a neve, tehát a történelmi világbajnokság lesz. Akkor Víg Józsefnek ehhez kívánunk nagyon sok sikert. Köszönöm szépen. Nagyon remélem, hogy önöknek sikerült közelebb hozni ezt a sportot, egy kicsit és érdeklődéssel figyelték Víg Józsefet. Egy igazán szimpatikus és lelkes úriembert ismerhetünk meg, és ezeken keresztül kívánunk neki sok sikert. Viszontlátásra. Nagyon szépen köszönöm. Viszontlátásra.